könyvektől búcsúzik. Búcsúzom tőletek, kitűnő munkatársaim. Jó volt veletek együtt dolgozni. Néha eszmét cserélni. De legtöbbször sajna csak élősködni rajtatok. Teleróni margóitokat eszmékkel, ahogy a fagyöngy burjánozott tele az ágat áll levelekkel. Jó volt tudni, Számíthatok rátok. Nem voltatok önzők, részrehajlók sem. Nem néztétek, tagja vagyok-e a Digitális Akadémiának, s egyéb elitirodalmi testületeknek. Adtátok szívesen önzetlenül az impulzusokat az íráshoz, és elnyűjt tereimnek a pulzáláshoz. Ha el kellett dönteni, ölni vagy nem ölni, ott voltak a raskolnikov, és Hamlet nevű beosztottaitok, akik tanácsaikkal mindig rendelkezésemre álltak. De most komolyan. Jócskán hosszúra nyúlt életemben volt néhány hivatalom, és jó néhány kollégám, de az itthoni könyvtáromat éreztem mindig az igazi munkahelyemnek. Végül azon kaptam magamat, hogy a könyveimet kollégáknak szólítgatom, és feltehetően ők is jól érezték magukat nálam. Dostoyevsky kolléga teljesen leszokott a ruletről, egyetlen egyszer se észleltem, hogy elszökött volna a helyéről, arról a könyves polcról, amely, ha íróasztalomnál ülök, egy magasságban van a szememmel. Az utóbbi időben már Shakespeare uram is kevesebbet sörözgetett, csak néha engedett a csehollan csábításának, csábításának ha az a transzcendencia nevű kocsmába hívta. Lám megint élcelődöm. Kényszeredetten, hogy a búcsú percében el ne sírjam magamat. Csökkenteni kényszerülök könyvtáram becses állományát. Elkövetkezett a kritikus tömeg pillanata. Még egy könyv a polcaimra, s elszabadul a szinergia. A könyvtáros rádül kedves könyvtára. Vannak ilyen csodák. Ki ne ismerni a századik majom kódját, mikor a századik maki is megmosta a burgonyát, mielőtt tenni kezdte, hirtelen a világ minden majma mosni kezdte a sáros gyümölcsöt. Valami morfogenetikus erőhatására, mintha mi is egyszerre, mint egy varázsütése, könyvek nélkül bírnánk a világ minden tudását. Az én nosztalgiám se tudással kapcsolatos most, hanem könyv kollégáimmal. A középkori szkriptorok könnyezhették így meg fóliánsaikat, miután a nyomtatott úgynevezett 42 soros Biblia az Úr 1455. eszendejében megjelent, és a Gutenberg galaxis lassan forogni kezdett. Ballad a téj a 67-es kórteremről és a szabadságról. A vers látható szabadság. Na, ez egy jó mondat. Csak rövid és száraz. Kellene még hozzá néhány hosszú színes is, hogy olyan szép lila hosszú éneket köthetnék belőlük, mint mondjuk téj daloló nyakkendője, és beküldeném az új nyugatnak, állítólag 1000 forintos sordíjat fizet. Ekce, 7000 forintnyi értéket termeltem már is. Egyébként röhely, hogy a rácsos kórházi ágban termelek, és elmérkedem a szabadságról. Az éjszaka álmomban nagyon vertem gépész apám egykori dögnehéz hévérével, behemódott az átszomszédomat. De úgy kell neki, miért lökött a kórház egyetlen vécéjének az ülőkéjéről, egyenesen a kadló körül bokáig tocsogó fekáliába. A látható szabadság be ez is belefér. Legyen szabad gyilkolnom végre. Persze bűnhődés nélkül, mert egyébként ugye fekáliát ér a szabadság. Meghalt Ted Hughes, míg élt, ő fekete verseiben ilyen kéjjel holmai varjú, hol fűrészfogú archeopteryx képében, közben hátborzongató torokhangon vernyogva, hogy ez egy elfuserált teremtés, meg kellene ismételni. De hát az együgyű istenek, akik még tudtak lelkesedni és ezer forintos sordi nélkül is világokat alkotni, rég kihaltak. Ez már egy más föltani kor, uraim. A görlici suszter ma valóban suszter maradna élte végéig esetleg őt is agyonverni hévérével az átszomszédja. Elérkeztünk az időfalához. Én például úgy vesztegelek itt a kórterem sarokágyában, fehérre meszelt falak s fehér ágyrácsok szorosában, ahogy Pindarosz vesztegelhetett a Herkulos oszlopak előtt. Non plus ultra. Mit tudhat Virilio az időfaláról? arpanetje is elektronikus elméletei között ülve, hogyan hallhatná meg Hamlet-t a hangját, a fosos 12 itt a szomszéd szobából, amint épp azt üvölti. Szesztra nem akarok me nem lenni, hallod? Vagy mit tudhat a a rákos Pán Gottfried Benről, aki a túlsó sarokban egy könyvpolcain, bocsánat, aki a túlsó sarokban ha nem is 30, de legalább öt vérzik. Igen, mi már megérkeztünk az időfalához, és nem vagyunk kíváncsiak rá, hogy mi van mögötte. Szeretnénk még kicsit vesztegelni itt, s háttal állni a falnak, hogy az legyen előttünk, ami egyébként mögöttünk van, a forrás. És aztán úgy roskadni a fal tövéhez, hogy a mellünkön lilándaluló nyakkendőnk ómódi szabadsága csorog, és nem vér. Köszönöm szépen a figyelmet.